Varga Iza vagyok, ez itt a Honfoglaló Aréna és a Szövetség című játék. A mai adás nagyon izgalmasnak ígérkezik, ugyanis mai vendégeim a magyar séf társadalom fenegyereke, Wolf András és Fenes Gábriel, újságíró, szerkesztő, a magyar online gasztrovilág szakértője. Vajon a sztárséf és szövetségese legyőzik a sötét nagyúrnőt? Az adás végére minden kiderül. Tartsatok velünk! András, hogy készültél a mai versenyre? Mert itt ez egy verseny is egyben. Én leszek a vetélytárs. Úgy tudom, hogy nem sok időd volt ezért átlapozni a lexikonokat. Igen, nagy munkába vagyunk, ugyanis egy új étterem nyitásába vágunk bele, illetve egy étterem és egy pékség nyitásába, és ez teszi ki a mindennapjainkat. De hát azért ott lehet olvasgatni, hogy a lisztnek az összetevőit. Ha jól tudom, előtte is egy nagy megmérettetésen leszel. Hát igen, pont a előtte való héten van a Bocuse d'Or, és ott segítőként részt veszek a versenynek a lebonyolításában, és ez egy nagyon megtisztelő feladat, hogy évről évre ugye ugyanaz a csapat tudja segíteni a versenyző munkáját. Úgy döntöttem, hogy a mai nyitó feladat, ami a birodalom felosztáshoz kötődik, a ti felség területetekről fog szólni. Nem lesz más feladatotok, mint hogy kitaláljátok, hogy minek a receptjét olvasom fel. Négy választási lehetőségetek van. Elmondom nektek, hogy mi lehet a megoldás, jó? Tehát A. kakaós csiga. B. házi nutella. C. brownie, vagy D. madártej. És indul a recept. U blenderu prvo sameljemo orahe. Sitno, nakon toga dodajemo kakao i meljemo još malo da se dobro pomešaju dva sastojka. Dodajemo i urme u blender i pasiramo dok ne dobijemo homogenu masu. Rasporedimo smesu u pravougaoni pleh, obložen providnom folijom i proravnamo lepo. Stavljamo u zamrzivač na 30 minuta, rastopimo čokoladu na pari i njom prelivamo čvrstu smesu. Stavljamo u pleh, ovaj put u frižider, na još 30 minuta. Izvadimo desert iz pleha, skidamo foliju, sečemo na kocke i serviramo. Hát mivel a grafcsena tavcsét nem lehet választani, ezért a házi nutellára tippelnék. Igen, valószínű, mivel az elején az volt egy olyan szó, amit én is értettem. Melyik volt az a szó? Az orach. Az orach, az azt mondja, hogy dió. Dió, igen. Uh-huh. Én a mixert. A csoki is érthető. A csokoládé. Igen, csokoládé is érthető volt. Aha. A hűtő is érthető volt. Aha. De ettől, meg, is de ettől még lehet a kakaó. Ez egy sütés nélküli vegán brownie recept. Igen? Igen. Úgyhogy sajnos azt kell mondjam, én leszek az első, aki ma választ. Lássuk csak, én a játékunkra ma a csipkés fjordokat választom. Igen. Eldönthetitek, hogy melyiktek válasszon a következő körben. Én átadom neked. Te rutinatosabb játékos vagy. Legyen akkor a fenyvezdúg. Oké. És hát Andrásnak marad akkor... Végtelen hegység. A végtelen hegység. Így az egyezkedésünk meg is történt. A területeinket kiválasztottuk. Gábriel azt mondta, hogy az atomfizika és a biokémia nem az erőssége. Ezért lássuk az első kérdést. Hadd nyugtassuk meg, így az elején még egy kicsit jó szívűnek tüntetem fel magam. Milyen konyhai művelet a staubolás? Ételek, italok meggyújtása, szalonnával tüzdelés, lisztszórással sűrítés, vagy valamilyen folyadék tisztítása? Lisztszórással sűrítés. Hát sejtettem, hogy erre tudni fogjátok a választ. Először válaszolom. Jó. A manók földje, varázslók sziklái vagy a lángoló hegyek felé indulsz el? Ez itt a kérdés. Legyen a manók földje.
Manók földje, András. Hát a magányos sivatag az szimpatikus. A magányos, húha. Akkor pedig én visszaveszem tőled a magányos sivatagot, mert túl közel kerültél hozzám. Jöhet a következő kérdés. Milyen állat a Neptun-serleg? Belső Ázsiában élő mérges pókfaj, vagy Dél-Amerika északi részén honos kígyó, esetleg zsírfecske, vagy a csendes óceánban honos szivacs? Tippelésem sincs. Én nekem sincs, úgyhogy... Én szivacs. Szivacsot? Te? Legyen más. Legyen egy pókfaj. Jó. A helyes tippelő pedig András volt ebben a körben. Nagyon örülnek ott a te oldaladon. Így aztán te leszel az első, aki ellenem indulhat. Gábriel elvesztette ebben a körben a lehetőséget, úgyhogy én kétszer fogok visszatámadni. Hát legyen a varázslók sziklái. Varázslók sziklái. A feneketlen tó felé indulok, hiszen ott úgy látom, hogy nagyon közel lett a várad, és sajnos az egyik tornyodat le fogom dönteni. Azt mondtad, hogy nem leszel gonosz. Ez csak a bevezető játékra vonatkozott. Jöhet a következő kör. Milyen színű kendő van az asszony fején Munkácsi Mihály Rőzse hordó nő című festményén? Kék, sárga, zöld, avagy piros? Valami tipp, András? Az időtök vészesen fogy. Esetleg a pánikot megnyomhatjátok. Nyomjunk pánikot? Nyomjunk. Jó, akkor beszéljünk erről. Jó. Nem tudom, valahogy nekem ilyen sárga. Nekem is a sárga volt az első, ami beugrott. Igen. De még lehet a kék is. Legyen egy sárga, meg egy kék. Legyen egy sárga, meg egy kék, megint? Aha. Te melyiket nyomod? Én a sárgát. Akkor én nyomom a kéket. Ez egy általános taktika, hogyha nem tudjuk a helyes megoldást, akkor megosztjuk a válaszokat, hát ha sikerült helyesen tippelni. És nem sikerült, mert a helyes válasz a piros. Nagyon sajnálom, hogy ebben a körben háromszor is én léphetek. Hát nem is tudom, hogy megkegyelmezzek-e nektek ebben a körben. Én szívesen játszanék még veletek, úgyhogy kivételesen, csak és kizárólag ezzel az egy alkalommal megkímélem a tornyaitokat. Mit adok cserébe? Nagyon kedvesek leszünk innentől kezdve, és mi se leszünk gonoszak. Ó. Oh. Hát szerintem meg kellene hívnod a megnyitóra. Hát de az természetes. Vagy valami, nem jó, is tudom, házhozszállítás. Legyen egy meghívás a megnyitóra, okay. És ha még egyszer kedves leszel, akkor egy személyes házhozszállítás. Wow, Gábriel, tőled mit kapok? Én egy vacsora meghívást, azt szívesen. Nagyszerű, jó, akkor megkímélem a tornyotokat. Nézzük a második, legyen akkor az éles sziklák. Hát megint kíméletesnek kell lennem, úgy nézem. És legyen a fenyverszuk. És sajnos egy tornyot ott is le kell rombolnom. És lássuk az utolsó körben. Fenyverszuk. Még egy tornyot leveszek azért, de hagytam egyet, oké? Az esély megmaradt, hogy legyőzzetek, úgyhogy mehetünk is tovább. Bele kell húznunk. Igen, bele kell húzni. Mit csinál, aki rokkát hajt? Vadászik, kocsikázik, őröl vagy fon? A fon, ugye? Fonás a rokkát. Jó, legyen a fon. Most el vagyok bizonytalanodva. A helyes válasz a fon. Úgyhogy most ti jöttök. Egyébként nem kéne elkeserednetek, mert 3200 ponttal vezettek, tehát hogyha a pontszámokat nézzük, akkor még mindig jobban álltok, mint én.
Én azért kíváncsi lennék rá, hogy ti le tudnátok-e győzni engem. Húzok egy kérdéskártyát. Melyik részén kezd el befagyni egy tó? A középső rétegén, a felszínén, az alján, vagy mindegyik részén egyszerre? Várom tőletek a választ. Andris válaszol. Hát a feneketlen tó. Oké, a feneketlen tó. Én is bevédem a várat vissza, úgyhogy az éles sziklákat szeretném kérni. Az éles sziklákat, oké. A feneketlen tó lesz az, amit vissza kell hódítanom, mert azért én nagyon jól érzem magam ott a várad közelségében. Rezeg az a meghívás. Jött a következő kör. Melyik Magyarország legnagyobb területű tájegysége? A Dunántúli dombság, az északi középhegység, az Alföld, vagy a Dunántúli középhegység? Hát ez újságírói kérdés. Igen. Gyerünk, Gabriel. Én az Alföldöt mondanám, de hogy annyira nem vagyok benne biztos. Akkor nyomjunk valamire, én is. Én Alföldöt nyomok. Én is nyomom. Maximum. És milyen helyesen tettétek, mert a helyes válasz valóban az Alföld. Úgyhogy most először Gábriel fog választani. Lángoló hegyek. Még jobban bevédjem ott a várat. Okay. András? Hát a feneketlen tó az nekem nagyon szimpatikus, bár gyanítom. Hát... Közel szeretnél lenni hozzám. Hát akkor legyen a nyugati kikötő. Köhet a következő kör. Melyik csillagkép latin neve a Libra? A Pegazus, a nagykutya, a repülőhal vagy a mérleg? Mérleg szerintem. Azért, mert van ilyen csillagjegy is, hogy Libra. Valami angolul vagy latinul így hívják, hogy Libra. Az én a mérleget tenném. Hát én mérleg vagyok, csillagjegy szerint, de nem tudom, hogy az Libra, de akkor legyen. Képzeld el, András, hogy te Libra vagy. Igen? Valóban. Ez a helyes válasz. Úgyhogy választhatsz is rögtön egy területet. Legyen mondjuk a nyugati kikötő. Oké. Gábriel? Békeföldje. A békeföldje. Gábriel az menetel előre. Igen. És én sajnos vissza kell, hogy foglaljam a békeföldjét, mert nem érzem jól magam akkor, ha ilyen közel vagy hozzá. Jöhet a következő kérdés. Melyik sportágban kap a győztes kék szalagot? A vitorlázásban, a szumóban, a karatéban vagy a vívásban? Vitorlázás. Biztos. Én abszolút rászagyatkozom, mert ugye sportkérdés, és én abban nem vagyok otthon, és akkor legyen a vitorlázás. Igaza van Andrásnak, ez a helyes válasz. Így aztán Gábriel választhatsz is rögtön egy területet. Békeföldje. De nagyon nagy sok választásom nincs, úgyhogy maradjon az. Hát lehet, hogy nem döntöttem jól, hogy meghagytam az életeteket. András? Viharsarok. Viharsarok. A viharsarkot fogom visszavenni, egész egyszerűen azért, mert úgy látom, a következő körben András kezd, úgyhogy vissza a viharsarok. Van egy nagyon rossz hírem, hogy amikor ti felhasználtátok a pánik gombot, azzal számomra is megnyitottatok egy lehetőséget. Ti több időt kaptatok, én viszont felezhetem az időtöket bármelyik következő körben. Úgyhogy lehet, hogy élni fogok ezzel a lehetőséggel, mert úgy érzem, hogy nagyon szorul körülöttem a hurok. Úgyhogy majd ha azt mondom, hogy fele idő, akkor tudjatok róla, hogy nehezebb dolgotok van, mert a fele idő alatt kell eldöntenetek, hogy mit választatok majd. Legyetek erre felkészülve. Melyik népcsoport nem Afrikában élt? A bantu, a maja, a busman vagy a pigmeus? Maja. Maják, igen. Időtlen volt kimondani, hogy felezem az időt. Valóban a maja a helyes válasz. Én nagyon izgulok, hogy mi lesz most, András. Magányos sivatag. Most még nem voltam. Gábriel. Hát én
Hát mivel nincs más választás, így várattam a dob, úgyhogy csipkés fjordok. Megszabadultam az egy szarvaktól. Hát akkor visszaszerzem magamnak a békeföldjét, és indulhat a következő kör. Hogyan készül a híres andalusz bor, a Malaga? És most jött el az a pillanat, amikor csak fele időtök lesz a helyes válasz megadására. Korán érő fajtákból rövid érleléssel, kizárólag garnak a kék szőlőből, a musthoz bodzaszeszt adnak és forralják, vagy aszú szőlőből 3-5 évig érlelik. Indul az idő. Kizárólag garnak a kék szőlőből. És ez tipp volt? Nem, ez tipp volt. Tipp volt? Igen, mert biztos, hogy nem a musthoz adnak bodzaszeszt, biztos, hogy nem aszú szőlőből, úgyhogy a kettő között tippeltem, de én úgy emlékszem, hogy garnak. Én voltam Malagában, és nincs meg ez a bor, pedig biztos, igen, hogy kóstoltam, és nem tudom. Ez annyira ciki, hogy én igen. Egy évig ott éltem. és ha azt mondom, hogy 3-5 évig érlelik? Az lehet. És ha azt mondom, hogy aszú szőlőből készül? Egyébként először arra gondoltam, hogy egy édes bor többet szőlőből készül, úgyhogy az is lehet. Lehet, hogy ez a helyes válasz. De most visszaadtuk a kedvességedet. Igen, köszönöm szépen. Mostantól legál. Ez azt jelenti, hogy mind a ketten helytelenül tippeltetek. Így aztán most 3 lehetőség nyílt meg előttem, és mivel nagyon veszélyeztetett helyzetben vagyok, azt gondolom, hogy nincs is más választásom, mint hogy elinduljak Andris felé. Először a nyugati kikötőt fogom meghódítani. Hát aztán még 2 választási lehetőségem van. Te mit tennél a helyemben, András? Hát... Lezárhatjuk a játékot, de a 10. kör, igen, azért az elég izgalmassá tudja tenni. Azt mondod? Hát akkor 2 esély van, vagy kinyírsz, vagy mi nyerünk. Értem. Jó, akkor legyen az, hogy egyik tornyodat ledöntöm. És a másik tornyodat is ledöntöm. Hát nem mertem bevállalni a játék folytatását. Nagyon megszorongattak a fiú, gratulálok azért, nagyon jó játék volt, én nagyon élveztem. És azért ugye áll a meghívás, András, nincs harag. Nincs, természetesen. Gábriellel viszont vacsorázni fogok a közeljövőben. Én nem szeretek gonosz lenni, úgyhogy iratkozzatok fel Andrishoz, Gábriellhez és hozzám is. Ez volt itt a Szövetség a Honfoglaló Arinában. Sziasztok! Ha még nem iratkoztál fel a csatornánkra, akkor most itt a lehetőség. Ne maradj le a legújabb adásokról! És persze kövessetek minket Instagramon és Facebookon is!